A győri könyvszalon az idei évben sem feledkezett meg a legkisebb korosztályról. A Mesekuckó 3 napon keresztül várja programokkal a gyerkőcöket és szüleiket. A felhőtlen szórakozás jegyében a kicsik többek között interaktív meséket hallgathatnak meg Füzi Rozitól, betekintést nyerhetnek kispupák zsömle szakácskönyveinek rejtelmeibe, a játszóházban pedig papírtáskát, könyvtámaszt vagy akár varázsfizetet is készíthetnek. Igyekeztünk érdekes, színes programokat összeállítani a gyerekek számára ebben az évben is. Csernikszende Székely Lábbábos kezdte a programot péntek reggel. Écsi Gyöngyi mesemondó lesz még a vendégünk, illetve Lackfi János olvasott fel meséket a gyerekeknek. Ezen felül kézműves foglalkozásokat szerveztünk a gyerekeknek. Igyekeztünk ezekben is a könyvhöz, az irodalomhoz valamilyen módon besorolódni. Azt hiszem, hogy a 4 éves kortól egészen a 10-12 éves korig mindenkit tudunk foglalkoztatni programjainkon, de itt éppen az előbb anyukák, apukák, illetve nagyszülők is szívesen hallgatták a meséket, és a kézműves foglalkozásokban is szívesen részt vesznek. Ebben az évben egy kicsit változott a helyzet, jobb lett a helyszínünk, ugyanis nagyobbodtunk, de ez még mindig nem elég, mert csoportokat így sem nagyon tudunk fogadni, de azt hiszem, hogy a kezdeti kis szűk helyünkhöz képest ez már egy nagy előrelépés volt. Itt van háttérként a rajzpályázat díjazottjainak kiállítása. Varró Dani műveire, verseire hirdettük meg ezt a rajzpályázatot. Szép számmal érkeztek rajzok is, és ennek a díjkiosztása vasárnap délben várható. Több könyvünnep, valóságos kulturális kavalkád a ma megnyílt és a vasárnap estig tartó 11. győri könyvszalon. Az esemény az elmúlt évek során országos hírűvé erősödött, hisz a programkínálat bizarul pazar. Van itt vers és próza, színház és meghitt beszélgetés, zene kicsiknek és nagyoknak. Az esemény ünnepélyes megnyitóján a gyermekek kedvence, Varró Dániel, József Attila díjas költő vehette át a szalondíját. Hány éves volt, amikor az első versét megírta? 12 éves voltam. Ki volt az a nagy példakép, akinek követőjének vallja magát? Hát őszintén szóval kettő volt, tehát egyrészt a saját nővérem írt verseket, és ilyen testvéri féltékenységből kezdtem írni, másrészt pedig Arany János, Petőfi Sándorról tanultunk 5-be, aztán Arany Jánosról 6-be, és mind a kettőkről azt tanultuk, hogy fiatal költők voltak, írtak egy ebeszél költeményt, és ettől egy csapásra országosan híres költők lettek, és nekem ez nagyon tetszett 12 éves koromban, hogy kell írni egy ebeszél költeményt, és az ember országosan híres költő lesz mindjárt, úgyhogy az első versem egy ebeszél költemény volt, Nyuszika című, és aztán megírtam a Nyuszika szerelmét és a Nyuszika estéjét is. És aztán hát én ilyen verspályázatokra küldtem már ilyen középiskolás koromban verseket, akkor ott már nyertem díjakat, akkor nem tudom, publikáltam már ilyen 17 éves korom körül, és 21 éves volt, amikor az első könyvem megjelent a Magvető kiadónál. Mit gondol, miért népszerűek az ön versei? A ritmusuk miatt, a hangzásuk miatt, a kellemes voltuk miatt? Hát egyrészt azt remélem, hogy jók, de azt gondolom, hogy igen, valószínűleg abba bízom, hogy olyan barátságosak az én versenyem, tehát hogy nem kell tőlük félni. Igen, nem szeretem a rímeket, olyan dallamosokat, játékosokat, mondjuk könnyednek is nevezhetőket szoktam vinni, tehát hogy nincs benne semmi nagyon értetetlenül bonyolult. Mondjuk ilyen költőjáték utalások vannak benne, de hogyha azt valaki nem érti, anélkül is szerintem abba bízom, hogy élvezhető, és hát igen, azt gondolom, hogy azt remélem, hogy olyan viszonylag hitelesek, természetesek, és azt úgy kellemes olvasni. Olyanokat próbálok írni, amit én szívesen olvasok, amiben van egy kis humor, meg játékosság, zeneiség, ilyesmi. Úgy tűnik, elveszik valahol a gyermekkor végén a vers szeretete, így látja? Az tény, hogy a gyerekek még olyan nagyon természetes módon szeretik a verseket, szeretik, hogy olyan ritmusosak, meg szívesen mondogatnak, meg a saját egészen kicsi másfél éves kisfiamon is látom, hogy hát ezeket a mondókákat nagyon szereti, és már úgy tanulgatja is mondani, tehát az egy olyan természetes dolog, és valószínűleg ahhoz, hogy így ne vészen el teljesen, ez a dolog, ahhoz valahogy segíteni kell, vagy valamilyen módon terelgetni kéne a gyerekeket, vagy hát ránk meg kéne nekik mutatni, hogy a könyvek, meg azon belül a költészet is milyen jó dolog. Én azt figyeltem, hogy például, hogyha ilyen íróvasó találkozóra valaki eltéved, vagy olyan felolvasásra, vagy beterelik a gyerekeket, vagy valamilyen véletlenszerűen, vagy még egy ilyesmi eseményre eljön, akkor mindig olyan nagyon kellemesen meg szokott lepődni, hogy egyrészt ma is élnek írók, meg költők, másrészt, hogy amiket ők írnak, az
azt lehet érteni, meg hogy esetleg humora is van, meg hogy hozzájuk szól, tehát hogy szerintem ha már az emberek eljutnak odáig, hogy meghallgatnak egy verset, vagy kinyitnak egy könyvet, akkor már meglátják, hogy az öröm, csak nem biztos, hogy eszükbe jut maguktól, tehát valahogy pont ezért nagyon jók szerintem az ilyen események, mint ez a Győri Könyvszalon, hogy így kicsit ha ráirányul a figyelem, meg valahogy sikerül az embereket becsalni, meg hogy rávenni őket, hogy vegyenek könyvet a kezükbe, akkor ők is belátják, hogy ez klassz dolog. Várjuk a gyermekeket, várjuk a felnőtteket, várjuk akik a szép irodalom iránt érdeklődnek, várjuk azokat, akik a könnyedebb kikapcsolódást keressék koncertekre, zenés műsorokra. Hogy néhányat megemlítsek, természetesen az első nap Varó Dániel szerzői este, illetve ő ugye a Győri Könyvszalon idei szalondíjasa. Azt hiszem, hogy felnőtt és gyermek számára izgalmas találkozási lehetőség, majd Grillus Vilmos Hová mész falevél, azt gondolom szintén teltházas lesz a nagy színpadon. Tulajdonképpen a Sebő együttest ide sorolhatnám, a különböző bábszínházakat, a Gyermekek háza mesekuckóját, amely a színház főszintjén lesz, de a pénteki nap találkozhatnak az érdeklődők Böjte Csaba atyával, találkozhatnak Villányi László, József Attila Díjas költővel, ővele kivételes módon a zsinagógában, tehát egyébként a legtöbb programunk az a Győri Nemzeti Színház különböző szinterein lesz. Egy igen széles palettát szeretnénk felvázolni, hogy minden korosztály, minden érdeklődés győri polgár megtalálja a maga kedvére valót, és hát bízom benne, hogy a könyvkínálatban is ugyanez lesz, hiszen 40 kiadó könyvei bizonyos árengedményekkel lesznek megvásárolhatók ebben a három napban. Egy olyan 15-20 ezer fős látogatottságot becsültünk, abban bízom és arra vágyom, hogy a korábbi éveknek megfelelő legyen az érdeklődés, kisebb ne, hiszen az csalódás legyen, nagyobb pedig talán azért nem, mert nem férnének el.